Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma esti vendégem Lőrinczi Attila, a Vadex ágazatigazgatója. Vadfeldolgozásról fogunk beszélgetni. Annál is inkább, mert hogy bár változékony az időjárás, és itt van a koronavírus járvány is, pontosan ezért nagyon fontos a vadhús számunkra, hiszen itt a grill szezon, jön a grill szezon, talán szép lassan eljön az az időszak, amikor valóban kiülhetünk a kertekbe, vagy otthon. No, számtalan beszélgetésünk volt már arról, és egy híradóban is beszámoltunk az elmúlt hetekben arról, hogy azért a koronavírus járvány alaposan megviseli az ágazatot is, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy felkészüljenek a szezonra, mert hogy ez nem várat magára semmiképpen sem. A megérkezésével változott nyilvánvaló, hiszen erről már beszéltünk, a Vadex is csatlakozott azokhoz, akik a szakmai tudásában bízva egy szárnyaló tendenciát képzelnek el a következő időszakban. Ez hellyel közzel meg is valósult. Röviden az elején azért essék szó arról, hogy beváltak-e azok a tervei, amelynek mentén elfogadta a Vadex invitálását? Jó estét kívánok! Azért picit szerényebben gondolkodom erről, inkább abban bízok, hogy talán a Vadexnek lehettem, vagy lehetek egy kicsit hasznos a tevékenységemmel. Őszintén szólva, két irányú a dolog, ugye, ahogy itt erről már szó volt, a koronavírus járvány a normál üzletmenetet is megzavarta, tehát az évekre visszavezethető tendenciákat is letörte a tavalyi évben, illetve úgy tűnik, hogy ebben az évben is nagymértékű visszaesés tapasztalható a nemzetközi piacokon a korábbi évekhez képest, a korábbi évek azonos időszakaihoz képest. Mindezek ellenére azért előre futunk, tehát nem ülünk bele ebbe a negatív tendenciába. Nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk és teszünk azért, hogy föl tudjuk építeni a hazai piacot. Nem egyszerű a feladat. A feladat tulajdonképpen egy teljes szemlélet átformálása, de erről majd talán később egy kicsit bővebben tudunk beszélgetni. Az én terveim, visszatérve az alapkérdésre, az én terveim abszolút pozitívan igazolódtak vissza ezen a területen. Rengeteg kihívással szembesülök, és ez nem csak maga az üzemnek a megvalósítása, vagy a termelési rendszer kialakítása. Itt most már inkább nagy mértékben a piacnak a formálása, kialakítása történik, ami történhetne gyorsabban is. Ez nem csak a Covid, nem csak a járvány miatt van így. Egyszerűen a hazai fogyasztóknak a tudatformálása óriási energiákat emészt föl. Megváltoztatni azt a sztereotípiát, hogy ugye a vad egy ünnepi étel, és átformálni egyfajta mindennapi választhatóságba. Tehát talán összefoglalva a válaszomat az első kérdésre, egy olyan kihívás csomagban vagyok most jelen pillanatban, azt gondolom a Vadex-el, amelynek a megoldása nem azonnali természetű, tehát nem lehet azt gondolni, vagy nem lehet azt várni, hogy mondjuk hetek vagy hónapok alatt itt minden áról bére fog módosulni. Óriási energiákat kell befektetnünk, látni kell pontosan a célokat, tehát nagyon kitervelt, nagyon jól elképzelt célok mentén kell dolgozzunk, és úgy kellett felépíteni az ehhez a célok eléréséhez szükséges stratégiánkat, ami azokban az időszakokban is, amikor nem érkezik visszaigazolás, vagy nem mindig érkezik pozitív visszaigazolás a piac részéről, is megállják a helyüket, és hosszú távon mégis minket fognak visszaigazolni. Ehhez nagyon nagy kitartás, és én azt gondolom, hogy nagy erőkkel, minden erőnkkel azon vagyunk a kollégáimmal, hogy a céljaink azok teljesüljenek.
Ehhez pedig kell egy nagyon komoly stratégia, tehát már is megérkeztünk az első kérdéshez, hogy mi az a kínálat, amely a köznapi emberek számára elfogadható, ami azt a sztereotípiát megcáfolja, hogy ahogy ön fogalmazott, hogy a vad hétvégi étel, ünnepi étel, ha úgy tetszik. Azt gondolom, hogy a vadat a mindennapi életünk részévé csak úgy tudjuk tenni egyrésztről, hogyha hozzáférhetővé tesszük. Mégpedig úgy tesszük hozzáférhetővé, hogy a legáltalánosabb, legátlagosabb elkészítési tudással rendelkező ember is finom ételeket tudjon, vagy finom ételeket tud ezekből az alapanyagokból készíteni. Itt ugye már erről beszéltünk, de újra hangsúlyozom, hogy itt olyan konyhakész, vagy fogyasztásra kész ételekről beszélünk, amelyek nagyon gyorsan elkészíthetőek, akár percek alatt, például egy hamburger pogácsa, vagy egy csevap, vagy éppen egy grillkolbász pár perc alatt elkészíthető, nagyon finom, nagyon különleges, de nincs, tehát a különlegességének az alapja nem az, hogy más íze van, vagy éppen más érzetet kelt a fogyasztóban, hanem egyszerűen egy prémium benyomást, egy prémium érzetet kelt a fogyasztóban, tehát egy kiváló minőségű ételről beszélünk, és gyakorlatilag ezek a konyhakész vagy fogyasztásra kész ételek, ezek már ott találhatóak az üzletekben, a saját üzleteinkben, az erdei delikátesz üzletekben, illetve azokban a multikisker láncokban, amelyek itt Székesfehérváron is, illetve országszerte kínálják a portékájukat. A vásárlók számára három dolog rendkívül fontos. Mennyiség, minőség, ár. Ha ez a három egységet alkot, akkor bizonnyal mondhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy eddig nem volt, ha úgy tetszik, napi étkünk a vadhús, akkor bizonyosan változik ez. De mit kell ennek érdekében tenni? Hiszen a hirdetett reklámok nyilván erről szólnak. Ugyanakkor a fogadtatása akkor egyértelmű, ha ez a három egység megvan. Igen, nagyon fontos ez a három egység. A mennyiség az ugye arról beszéltünk, hogy pont annyi, amennyi két személy részére elegendő egy fogyasztásra. A hozzáférhetőség én azt gondolom, hogy nagyon jó irányban halad, az árat pedig úgy állapítottuk meg, hogy a két személy részére szóló adag, akár tálcás, akár grillkolbász, bármilyen kiszerelés, ebből a Vadex Vadvilág termékcsaládból, ezt Vadex Vadvilágnak neveztük el, ne kerüljön többe a multikiskerben sem, mint 2000 forint. Tehát egy fő részére egy étkezés ne kerüljön többe 1000 forintnál. Ha még ehhez egy finom köretet elképzel az ember, egy-egy adag ilyen étel nem kerül többe alapanyagáron, mint 1500 forint, tételezzük fel, 1300-1500 forint. Tehát azt gondolom, hogy ez ennek a top kategóriája, a felső kategóriája, mondjuk egy pácolt szarvascom. De ha egy hamburger pogácsáról beszélünk, akkor ennél lényegesen olcsóbb. Tehát én azt gondolom, hogy akár egy hamburger, egy szarvasburger mondjuk 1000-1200 forintból bőségesen elkészíthető alapanyagáron otthon a konyhában. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó ár egy ilyen különleges alapanyagért. Ne legyenek illúzióink, nem lesz mindenki tagja egy ilyen kreatív konyhaművész csoportnak. Tehát amikor a grillezésről beszélünk, akkor természetes, hogy otthon családi körben teljesen más a millió. De azért, mert ez tanulható, ez a lényeg. És ha már a grillezésnél tartunk, én azt gondolom, hogy sokan úgy vélik, hogy ez mindig nagy csoportos, holott én azt hiszem, és hát tapasztalhatjuk is, hogy ezt otthon bármilyen környezetben megtehetjük, és villámgyorsan kérdezik. De az is fontos, hogy mikor és hogyan tanulhatjuk meg, hogy mely húsok illeszkednek a grillezés misztériumához, ha úgy tetszik. Igen. A grillezésnél ugye az a szembenállás jelenhet meg egy fogyasztó részére a vadhús alapanyag és a grillezés kapcsán, hogy
bizonyosan a grillen a vadhús majd száraz lesz, kiszárad és rágós lesz. Nem. Két dolog miatt nem. Az egyik az, hogy olyan termékeket nagyon egyszerű grillezni, amik elő vannak készítve. Itt tényleg azok a formázott darált hústermékek, a csevap, a hamburger és más egyéb termékeink, amik kaphatóak akár az erdei delikátesben, akár pedig multikisker láncok esetében. Ennek az előkészítése nem igényel, vagy ez nem igényel előkészítést, ez csak feltépi az ember, rárakja a grillrácsra, vagy éppen a serpenyőbe, az egyik oldalát 2 percig, majd a másik oldalát 2 percig süti, vagy hogyha jeges, akkor mondjuk 4-4 percig, és akkor egész biztos, hogy nagyon finom, lédús, nagyon kellemes prémium terméket fog fogyasztani az illető. A másik termékkör, vagy hát a grill kolbászra is ugyanez vonatkozik, a másik termékkör, az a nagy szelet húsok, például a szarvascomb, aminek egy titka van, hogy nem szabad nagyon megsütni, tehát nem szabad agyon szárítani. Bőven elég az, hogy 2-2 percig sütjük az egyik, majd a másik oldalát, és ezzel a belseje egy gyönyörű, bíborszínű, vagy akár rózsaszínű, lédús, szaftos, állagú húst fog adni, míg a külső egy nagyon kellemes grilles ízt fog kölcsönözni a terméknek. Én azt gondolom, hogy ez aki eddig ezzel találkozott, mert az az igazság, hogy teszteltük ezt, és nagyon sok leendő fogyasztónak, vagy fogyasztóval megkóstoltattuk ezeket a termékeket, de úgy, hogy mindenkinek tárcában odaadtuk, és ki a saját tudása és tapasztalata szerint ezeket elkészítette. És például a nagy húsokkal kapcsolatban is nagyon pozitív visszajelzések jöttek. Tehát soha nem volt panasz arra, hogy ez rágós lett volna, nem lett volna szaftos, vagy esetleg kiszáradt volna. Nem szabad agyon sütni, tehát nem szabad 10-10 percig sütni mind a két oldalát, mert akkor tényleg, de ez minden húsra igaz, akár a sertéshúsra is. Kiszárad, rágós lesz. Tehát nem kell félni tőle, a szarvashúst bőven elég 2-2 percig pirítani a grillrácson, és akkor csodálatos élményt fog adni a fogyasztónak. Vissza kell, hogy térjünk a 2020-as időszakra, tehát hogy 2020-tól ugye bejött a koronavírus járvány, sújtotta az ágazatot az afrikai sertéspest is, nem is kicsit. Ha az időjárásról beszélünk, az időjárás nem különben, hiszen szélsőséges volt, hó nélkül, nem volt növényzet, emellett nagyon is jól tudjuk, hogy ma már nagyon-nagyon sokan otthon kell, hogy dolgozzanak, tehát a home office természetes lett, és általános, ha úgy tetszik. Én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben befolyásolta az önök munkáját is. De mennyit veszített általában? Mert azt tudom, hogy a szakember gondolkodik ilyenkor, tehát előre gondol, ráadásul, ha akkor nincs ideje, most volt arra megoldás és lehetőség is arra, hogy ezt a megoldást bevezessék. Mennyit veszítettek? Mit veszítettek? Hogy lehet ebből a csapdából kiszabadulni? Nem veszítettünk. A vadfeldolgozás egy nagyon speciális terület. Ugyanis a vadászat folyik, és a vad, ami hozzánk bekerül, az kvázi a vadászatnak a melléktermék. Ez persze nem igaz, nyilván, hogy nem melléktermékről beszélünk, de egy bizonyos tevékenységhez kapcsolódik. Így a mi tevékenységünk is kapcsolódik a vadászati tevékenységhez. Ugye a vadászat, mivel nem állt meg, egyrésztről ugye a vadászati kvótákat teljesíteni kellett, másrésztről pedig folyt a vadászat egyébként is, ezért az áruallapunk az folyamatosan biztosítva volt. Tehát mi nem álltunk le, akár hogyha a henteseinket, vagy akár magunkat nézem, a vadfeldolgozás az 2020-ban folyamatos volt, és gyakorlatilag szinte mennyiségben alig különbözött az előző évhez képest a beérkező áruallapnak a mennyisége. Ugye azért mondom, hogy ez egy speciális terület, mert
az ebből készített tőkehús termékeket, amit aztán utána ugye fagyasztunk és tárolunk, azt az előző évek tapasztalatai alapján kellett szortimenté faragnunk. Magyarul nekünk kellett sok esetben, mivel nem történt meg esetleg rendelés az adott tételre, vagy az adott anyagtípusra, nekünk kellett a saját tudásunkból és az előrelátásunkból kiindulva eldöntenünk azt, hogy abból mit csinálunk, milyen terméket fogunk előállítani, várhatóan, amikor véget ér ez a COVID-krízis, akkor mire lesz igény. És ugye ez egy nagyon nagy kérdés, megmondom azért nagy kérdés, mert ugye az alapanyag ár és az alapanyag árnak, vagy az alapanyag összetétel, most egy kicsit visszagondolva az eredeti gondolatra, az ASP miatt csökkenő vaddisznó árualap és az ezt kikompenzáló szarvas árualap növekménynek a mennyiségét is figyelembe véve ebből a tekintetből, bizony meg kellett tudnunk ítélni azt, hogy mit csináljunk, mire lesz majd igény. Ezt nyilván el kellett dönteni, ez azért volt fontos, mert az egyes terméktípusoknak ugye a piaci ára más és más, és bár gyártható lenne egy adott alapanyagból több különböző termék adott esetben magasabb áru termékek is, viszont azt figyelembe véve, hogy minek milyen a forgalma általában, ezért figyelembe kellett vennünk nem csak az árat, hanem az eladott mennyiség, elérendő mennyiséget is, tehát az áru mozgást is figyelembe kellett vennünk. Egy szó mint száz, ez lezajlott, nagyon sokat tanultunk belőle, ellentétben viszont hatalmas árukészlet alakult ki, ami jó hír, ami pozitív, hogy nullára kihoztuk az évet, tehát nem zártunk vadfeldolgozási szinten veszteséggel, annak ellenére sem, hogy rengeteg olyan pluszköltség lépett be például az új üzemnek az aktiválásával, ami ugye improduktíve költségként jelentkezett a gazdálkodásunkban. Sikerült kihoznunk nullára, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, a decemberünk rettenetesen kemény volt, egyébként is az év szeptembertől december végéig terjedő időszaka szokott a legkeményebb lenni abból a szempontból, hogy ugye a vadászszezon is itt csúcsosodik ki, tehát az alapanyag mennyiség is itt a legnagyobb, illetve a kereslet is ebben az időszakban a maximális. Érintett minket a COVID, vagy direkt úton a kollégáink lebetegedése, vagy pedig a családtagok lebetegedése miatt ugye a hiányzások szempontjából. Nagyon kevés emberrel, tehát számottevően kevesebb emberrel kellett megcsinálnunk az év végét, ez sikerült, és ennek köszönhetően tényleg sikerült nullára kihoznunk a tavaly évet. Óriási nagy vívmányunk volt ez az elmúlt évben. Igen, a forgalom változása az azért ilyenkor tetten érhető, hát most már azért itt a szezon teljes egészében. De Mihály úr, ránk tanulható a grillezés például, a sütögetés? Tehát itt most egy ajánlatot kérek konkrétan, mert hogy... Tehát valamikor és valahogyan el kell kezdeni. Hát őszintén szólva, a legjobb a grillezésben az, hogy az ember kiszabadul a négy fal közül, és hogyha ezt egy finom étel mellett csinálja, a saját igényeinek, tudásának a megfelelően, akkor ez külön élmény. Ugye ez konveniál, tehát ez összefügg a Covid-ra hozott korlátozó intézkedésekkel is, mert kerti tevékenységnek minősül a grillezés. Bőven elég hozzá egy egyszerű griller, ebbe egy faszenes parazsat nagyon könnyű megcsinálni, hogyha nem sikerül első kézből, akkor nyugodtan vigye oda az ember a hajszárítót. Régebben én is úgy csináltam a grillen a parazsat, hogyha nem akart begyulladni mindenhol, akkor hajszárítóval ráfújtam. Garantáltan negyed óra alatt olyan parázs alakul ki, hogy bármi megsüthető rajta, és amikor már ilyen 30 centis magasságból az ember szinte alig tudja oda tenni a tenyerét a paráshoz, akkor biztos, hogy jó. Még egy picit várni kell, hogy kialakuljon a faszén felületén egy ilyen kis fehér pernyeréteg,
amitől a parázs már nem annyira harapós, tehát nem fog megégni rögtön a húsnak a felülete, vagy éppen a zöldség, hogyha rátesszük, és amikor már egy kicsit olyan barátságosabb a parázs, akkor szépen rá lehet tenni a húsokat. Arra figyelni kell, hogy ne gyulladjon meg, mert ugye akkor nagyon könnyen megég, tehát az olajjal, a zsiradékkal vigyázni kell, de mondjuk ez a vathúsoknál nem annyira jellemző, hogy túlzottan zsírosak lennének. Mindazonáltal én azt javaslom, hogyha vathúst grilleznek, akkor előtte egy pici hideg vízbe áztassák be, mielőtt befűszereznék, tehát főleg a nagyobb szelethúsokat, a szarvasnyakat, a szarvascombot, rakják bele hideg vízbe, ez föl fog venni, a hús önmagában képes fölvenni egy 10% vizet körülbelül, nem lesz tőle rosszabb, de a grillezés során ez szépen elpárolog, és nem szárad ki, tehát ne olajba pácoljuk először a húst, mert akkor az olaj lezárja a pórusokat, tehát nem fog tudni úgymond inni a hús, nem fogja tudni fölvenni a vizet, rakjuk bele egy kis hideg vízbe egy negyed órára, 20 percre, fél órára, akár lehet ez jeges víz is, akkor tudja legjobban fölvenni a vizet, hogyha hideg, egy picit megmasszírozhatjuk a húst, utána megfűszerezzük, rakhatunk rá utána olajat, tehát már amikor a vizet fölvette a hús, akkor nyugodtan rakhatunk rá olajat, és akkor rá lehet rakni a grillrácsra, és amikor már ilyen kellemes a parázs, akkor mondom pár perc alatt, tehát 2-3 perc alatt egy oldal bőségesen meg tud sülni, amikor olyan jó a parázs már. És azért jó az egyébként a gyorsütés, mert bezárja a húsban a húslevet, az ízanyagokat a hús, és nem tud kiszáradni. És akkor, amikor az ember beleszúrja a villát, és fölvágja, és kifolyik a húsnak a sült leve, az csodálatos tud lenni. Most árérték arány, azt tudjuk, hogy rendben van, hiszen erről esett szó, ugyanakkor az állattenyésztési ágazatot jelentősen megviseli a jelenkorban növekvő, én azt mondom, hogy az üzemanyagárak, a takarmányárak jószerivel minden drágult, és nem is kevéssel. Hát ez nyilván teljes egészében nem vonatkozik a vadgazdálkodásra, de azért nyilván gondolkodóba ejti a vezetőket, hogy az árakat hogyan alakítsák. Igen, ez jelentkezik, igen, a tenyésztett állatok frontján nagyon jelentősen, várhatóan elég drasztikus áremelkedésekkel nézünk szembe a sertés hús fronton. A vathús front ugye mindig különböző tettő, nyilván nem takarmányozott állatokról van szó, takarmánykiegészítést csak akkor kapnak, amikor esetleg olyan hóborítottság van, hogy nem találják meg a táplálékot télen, akkor van egy kis ráetetés, de ez ugye idén télen nem nagyon fordult elő, illetve az elmúlt telekben nem fordult elő. Az áraink azok körülbelül olyan 20-30%-kal a tenyésztett állatok hús árai fölött vannak, ott kezdődnek, és hát ugye mondjuk a szarvas gerinc az magasan fölötte van mondjuk egy karajárnak, az egy más kategória, de egy ragú húsnak az ára az körülbelül egy 20%-kal magasabb, 20-30%-kal magasabb, mint egy átlag sertés húsnak az ára. A helyzet az, hogy nem akarunk visszaélni a fogyasztók bizalmával. Tehát nagyon visszatetsző lenne, és azt gondolom, hogy saját magunknak rúgnánk öngolt azzal, hogy az egyébként is jelen pillanatban bevezetés alatt lévő szortimentünket drágítanánk meg, mondván, hogy a többi hús alapanyag ára is növekszik. Szó sincs erről, azt szeretnénk, hogy esetleg a drágább sertés, illetve marhahús árak miatt a fogyasztók egy picit koncentráljanak arra is, hogy van esetleg hozzáférhető más olyan alapanyag is, ami minőségében, árban, elkészítésében, kiszerelésében föl tudja venni a versenyt a sertés, illetve a marhahús alapanyagok árával, és egy valódi, tényleg mindennapos választást tesz lehetővé a fogyasztók számára. Nagyon szeretnénk, hogyha ebben az évben már egy működő, jól látható tendenciává válhatna a magyar piacon. Most hát keretbe zárva a történetünket, ön bizakodó?
hiszen rövidesen itt van a szezon, most már teljesen kinyílik a világ, ha úgy tetszik. Igen, abszolút bizakodó vagyok. Nagy a feladat, tehát nagyon keményen kell dolgozzunk ahhoz, hogy minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegyük a termékeinket, tehát még szélesebb körben. Én azt gondolom, hogy van még feladatunk, nap mint nap ezen dolgozunk, és nagyon bízom benne, hogy a grill szezonra már hozzáférhetőek a termékeink, tehát ezzel probléma nem lesz. Viszont nagyon bizakodó vagyok abban, hogy mind a termék szortimentünket, tehát a termékfajtáinknak a sorát, mint pedig az áru kínálatunknak a mennyiségét tudjuk majd fokozni ebben az évben. Nyilván ez igény függvénye, vagy igény kérdése. Sokkal könnyebben reagál egy multikisker is akkor, hogyha látja, hogy az embereknek, a fogyasztóknak érdeklődése van ez iránt, a termékkör iránt, tehát főleg akkor, hogyha nő az érdeklődése tendenciózusan. Én azt gondolom, hogy el kell tudjuk érni ezt a célt ebben az évben már, hogy egy világos tendenciát tudunk magunknak fölépíteni. Tehát az indulás megvan, most a növekedésen van a sor. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, Önök az Agrárinfót látták. Vendégem Lőrinczi Attila volt, a Vadex ágazati igazgatója. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.